Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Fáklyás fehérlovas felvonulást tervez, szervez 2020. március 1-én Horthy Miklós kormányzóvá választásának naprapontosan 100. évfordulóján a Mi Hazánk Mozgalom. A rendezvény helyszíne 11. kerület Szentgellért téren lesz, és március 1-én 16:30-kor kezdődik a rendezvényünk, amely minden elfogultságtól, túlzástól, vagy netán önelégültségtől mentesen joggal nevezhető a nemzeti összefogás seregszemléjének, hiszen ezen a jeles és méltóságteljes tervezett rendezvényen a Mi Hazánk Mozgalmon kívül részt fog venni, meg fog jelenni, képviselteti magát, ha úgy tetszik, a Horthy Miklós Társaság, a Trianon Társaság, a Miép, a Független Kisgazdapárt, a Betársereg, a 64 Vármegyei Ifjúsági Mozgalom és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat is. Azt finoman szóval is furcsáljuk, különösnek tartjuk, ugyanakkor gondolom növelni fogja a rendezvény tétjét és emeli jelentőségét, hogy a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen olyan párt, amely ápolja a kormányzó úr emlékét, amely megemlékezik a kormányzó úrral kapcsolatos jeles évfordulókról. És hát tisztelt képviselő társaim, vajon 100 évvel, 90 évvel, 80 évvel ezelőtt gondoltuk volna-e, hogy amikor eljön akár a bevonulás, a Budapestre történő bevonulás 100. évfordulója, november 16-án, tavaly november 16-án volt a 100. évforduló, vagy Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulója, amire most fog sor kerülni néhány nap múlva, akkor egyetlen olyan politikai párt lesz Magyarországon, amely erről megemlékezik, vagy emlékeztet mindenkit arra az államférfira, akinek tulajdonképpen nagyon sokat köszönhetünk, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy megmentette Magyarországot a magyar történelem legnehezebb időszakában, hiszen ő akkor vezette ezt az országot, olyan időszakban pontosabban ezt az országot, amikor bekövetkezett a legnagyobb sorscsapásunk, a trianoni tragédia, aztán következett a kormányzói időszakának derekán egy gazdasági világválság, majd a második világháború. Soha ilyen nehéz körülmények között Magyarországot államférfi még nem vezette, és tisztában vagyunk azzal, hogy az ő személye heves vitákat vált ki, érzelmektől, szenvedélyektől túlfűtött vitákat. A Mi Hazánk Mozgalom ezeknek a vitáknak is áll elébe. Nagyon nagy örömmel fogadnánk, hogyha történelmi és politikai érveket ütköztetve lefolytathatnánk ezeket a vitákat. Nagyon bízunk benne, hogy 2019. november 16-ától eltérően szélső baloldali, szélső liberális tüntetők nem fogják megzavarni a rendezvényt, hiszen itt a szélsőséges mi voltunktól is veszélyesebb ezeknek az embereknek a tudatlansága, a butasága és a felkészületlensége. Azoknak a szervezeteknek pedig elévületetlen a felelőssége, akik őket feltüzelik, felbérelik, adott esetben megfizetik annak érdekében, hogy megjelenjenek és megzavarják az egyébként méltóságteljes és a törvényeket a legmessze menőkig betartó rendezvényt. Engedjék még, mert nekem tisztelt képviselő társaim, hogy felhívjam a figyelmüket arra, illetve megemlítsem a felszólalók népsorát, megemlítsem azt, hogy kik fognak felszólalni ezen a rendezvényen, megint mondom, március 1-én 16:30-tól a Szentgellért téren. Rögtön említeném Csuka Tamás, jugalmazott református tábori püspököt és dandártábornokot, György Ferenc atyát, a felvidéki Ipoly Balog plémánosát, Zetényi Csukás Ferencet, a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnökét, és hát megkülönböztetett tisztelettel kell megemlítenem egy nagyon kellemes csalódás, nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Horthy Miklós Társaság elnöke Hegedűs Lóránt is nem csak tiszteletét teszi, hanem felszólaló lesz ezen a nagy nemzeti seregszemlén. Illetőleg jelen lesz Kereki független polgármestere, őt azért kell kiemelni, Csicsai Lászlóról van szó, hiszen Kereki az egyetlen olyan település, amelyen közterületi Horthy szobrot állítottak, és hát ezen a rendezvényen a vélhetően színvonalos felszólalásokon kívül még természetesen javaslatot fogunk tenni egy budapesti közterületi Horthy lovas szobor felállítására, megtekintető egy Horthy mellszobor gipsz mintája, illetőleg a Szent Korona másolata is. Mindenkit szeretettel várunk, nagy tisztelettel hívunk erre a rendezvényre.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.